Hát most körülbelül 10 perce vagyok itt, úgyhogy semmit sem láttam még a mostani fesztiválból. Annak feltétlenül örülök, okvetlenül örülök, hogy van ilyen, és megrendezték, és a könyveket megismerheti, aki akarja. Még akkor is, hogyha ilyen felirat fogadja a látogatót, hogy egyet, tizet, kettőt kap. Ez sajnos most mindenre érvényes, nem csak a élelmiszerre, vagy a illatszerboltokban vásárolt holmikra, hanem ezek szerint a könyvekre is. De hogyha ennek eredményeképpen többen olvasnak, az már nyereség. Engem is csak a kíváncsiság hozott, tehát nem az, hogy ismerem a könyveket, amik meg fognak jelenni. Nekem most nem jelenik meg könyvem, úgyhogy különben mondanám saját könyvemet. Lázár Ervinnek a könyvei átcsoportosítva jelennek meg. Tehát a gyerekkönyveit a Móra kiadó adja ki, a felnőtt könyveit pedig a Helikon kiadó. Mind a kettőnél most két-két könyv fog megjelenni. A Móra kiadónál gondolom az egyik a foci lesz. A foci, ami hát nagyon népszerű és szeretetre méltó könyv volt. Engem a legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor láttam, hogy a Reformátusok lapjában, úgy tudom, Bölcskei Gusztáv írt a foci című írásáról Ervinnek, és ez föltétlenül azt jelentheti, hogy nem csak felnőttek, hanem egész más irányultságú emberek is értik és szeretik. Ha futballmeccs volt, akkor kizárt dolog, hogy valamit a televízióban azon kívül nézni lehetett. Úgyhogy előbb-utóbb a család minden tagja futball nem csak érdeklődő, hanem rajongó lett, úgyhogy együtt néztük valamennyien. Az eredete gondolom az lehet, hogy a bátyja futballozott, pár év volt közöttük, futballozott, és hát rukkoltak neki, és minden meccsen részt vettek.